Kedves Open Books olvasók, tisztelettel, szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek titeket. Megyesi Konstantin vagyok, én írtam az Apagyilkosság című könyvet. Úgy tűnhet, hogy ez egy krimi, és jó magam pedig egy krimi író vagyok. Nem, történész vagyok, és ez a munka inkább politikai krimire emlékeztet, de talán szabatosabb, ha azt mondjuk, hogy ez egy politikai dráma. Egy politikai dráma két ember kapcsolatáról, Kádár János és Grósz Károly politikai nexusáról. Kádár János 33 éven keresztül vezette Magyarországot, és ő adta át a hatalmat Grósz Károlynak. Egyfajta fogadott fiaként tekintett Kádár János Grósz Károlyra, ezért adta át neki a politikai hatalmat. Grósz Károly viszont 1988 májusában a májusi pártértekezleten némiképpen szembefordult Kádár Jánossal. Kádár János ezt úgy élte meg, hogy Grósz Károly az ő Brutuszává vált. Innen jön az apagyilkosság gondolat, metafora. Ezt a témát dolgoztam fel magában a kötetben. Spoiler veszély, nem volt apagyilkosság, de hát mégis igyekeztem minden szálát kibontani ennek a sztorinak.